Dr. Mező Ferencről elnevezett könyvtárban beszélgetünk, de még mielőtt rákanyarodnánk, ugye Nagy Kanizsának a modernkori sporttörténete az nagyjából ugye a 19. század második felében kezdődik, de hát ön erről jóval többet tud, mint én. Igen, hát Mező Ferenc révén ugye kötődik ez a könyvtár is Nagy Kanizsához, hiszen Mező ott kezdte a középiskolai tanulmányait, ebből 6 évet végzett a nagykanizsai gimnáziumban, és ott kezdte el a könyveket gyűjteni. Valószínűleg ebben a könyvtárban nincs olyan könyv, amit már akkor birtokolt, de ezek a könyvek, ez a védett sporttörténeti könyvtár, ezek Mező Ferenc tulajdonában voltak. És ez a 6 év, ami ő Kanizsához kötötte, ez az ő munkásságában is megmutatkozott, hiszen ő azért a századforduló, a 10-es évek, 20-as évek táján több mindent publikált nagykanizsai sporttörténettel kapcsolatban. Elsősorban a nagykanizsai torna egylet alapítása, a működése, a 19. századi működése volt az, ami foglalkoztatta. Hát egyrészt a kanizsai kötődések miatt, másrészt ez az egylet, ez Magyarország egyik első tornaegylete, az első sportegyesülete, ami mai napig működik. Tulajdonképpen valószínűleg, ha azt veszük, ami folyamatosan működik, abból még akár lehet, hogy a legelső is, hiszen a pesti vagy a nemzeti tornaegylet, ami vitatott, hogy megelőzi, nem előzi, mert névhasználatban nem, de működésében igen, az 48-tól a rendszerváltásig nem működött. Tehát ilyen szempontból akkor lehet, hogy mondhatjuk is, hogy a kanizsaiak az elsők. Ez egy hatalmas kuriózum, ha egy kicsit így a történelmi korba belehelyezkedünk, ez még a kiegyezés előtt egy évvel történt. Igen, ott azért van egy enyhülés már, tehát éppen ezért tud a pesti tornaegylet is működésbe kezdeni, és Sopronban is mozognak a tornászok. Az persze, hogy hol mennyire magyar ez az egylet, mennyire német, azon megint csak el lehet vitatkozni, de ezek nagyon hamar magyarrá váltak, akkor is, ha esetleg német gyökereken indultak. Ugye gombamód aztán követik ezt az egyesületet, lövölde egylet, korcsolyázó egylet, ezek már mind ugye a századforduló környékére, vagy egy picivel előbb. Igen, tehát kevés az olyan egylet, amelyik sok sportágas. Általában egy-egy sportágat művelnek. Minden valamire való város ugye társadalmi egyleteket alapít. Itt nem is föltétlenül a sportteljesítmény számított ekkor még, hanem a társasági élet. Tehát lehet, hogy nagyobb szerepe volt a bálnak, vagy egy vigasságnak, mint a sportversenynek az egylet életében. Ekkor még inkább ez az, ami a fontos. Eleve az egyleti tagok egy jó része nem sportol, hanem csak támogatja ezt a társaságot, és megteremti a feltételeket. Na most a társasági élethez azért a szabadtéri rendezvények is hozzátartoznak, éppen ezért a korcsolya télen, illetve ugyanazon a területen a csónakázás, vagy csolnakászat. Ugyanígy megvan majdnem minden városban. A lövölde természetesen az volt a legkorábbi, hiszen az egyfajta önvédelmi egylet volt, tehát a településvédelmi önkénteseknek a gyakorló helye, tehát a legkorábbi egyletek Magyarországon is, amiről adataink vannak, már a 15.-16. századból ezek lövölde egyletek. Tehát ami arra kellett, hogy a várost védő önkéntesek, amikor nincs baj, akkor is tudjanak gyakorlatozni. Országszerte híres kanizsai
várkapitány gyakorlatilag szintén egy nagyon nemes sportot űzött, különféle párviadalokat vívott. Túri György kapcsán éppen az idén egy 450 éves évfordulónak vagyunk a szemtanúi. Igen, most a minap volt Túri György halálának 450 éves évfordulója. Túri György Kanizsa várkapitánya volt élete utolsó éveiben, és büszkék vagyunk rá, mert állítólag, a legenda szerint, de a történelmi valóság is valami hasonlót állít, hogy közel 600 párviadalban volt győztes, a magyar szídnek is nevezték, és valóban európai hírű törökverő volt, és még a törökök is, amikor törbe csalták Orosztony környékén, az itt egy közeli falu, annak idején 1561. április 2-án, akkor az történt, hogy legyőzték a törökök, de elvitték a fejét Isztambulba, és ott tisztelgett előtte még a szultán is, már úgy értve, hogy bemutatták neki, és elismert győzőként volt számon tartva a régmúltban, és mi szeretnénk, ha a Kanizsa arénában is ezt a múltat felemlegetnénk. Nagy Kanizsa ugye egy fontos katonaváros is volt a történelem folyamán. Igen, nyilván Kanizsánál az nagy mértékben hozzájárul, hogy korán kezdenek el sportos egyleteket alapítani, hogy a sport az a modernizáció egyik fontos eszköze és találmánya, és hát Kanizsa, mint vasúti fővonal, ez ebből a szempontból is élen jár, hiszen ugye ez a modernizmus abszolút jelképe a vonat, illetve a hozzá kapcsolódó távíró vonalak, amik nem véletlenül a tornaegylet alapítói jó részt azok közül került ki, azok közül a műszaki hivatalnokok közül, akik a távirdában dolgoztak, vagy a vasúton. 1910. július 7-én játszották az első hivatalos futballmérkőzés Nagykanizsán, a Katonaréti pályán, az már nincs, régóta nincs. Dr. Mező Ferenc volt a játékvezető, ő hozta Pestre a labdát. A kereskedelmisták csapata játszotta a ifjúság képző csapatával, 2-2 volt az eredmény. Ezután indult el tulajdonképpen Nagykanizsán a labdarúgás. 14-ben ugye a világháborúban megszűnt, és akkor 18-19-ben meg folytatódott. Dr. Mező Ferencre úgy rácsodálkoznak például a mai fiatalok, amikor ugye azt mondom, hogy olimpiai bajnok, mindenki azt kérdezi elsőre, és miben? És amikor az ember azt mondja, hogy szellemi olimpiai bajnok, akkor ez ma már szinte nincs is benne a köztudatban, hogy ilyen is volt. Igen, ez tulajdonképpen nem is rövid ideig volt, hiszen 1912-től 48-ig rendezték meg a szellemi olimpiai versenyeket, illetve a művészeti versenyeket, ez erre a névre hallgatott. Különböző kategóriákban vagy műfajokban rendezték ezt, és Mező az epika kategóriában lett 1928-ban aranyérmes egy olyan munkával, amit előtte már kész volt, és házalt vele különböző kiadóknál, és hát mindenki megnyugtatta a tanár urat, hogy nagyon jó a munka, nagyon szép, de hát kit érdekel ez? Úgyhogy nem adták ki. Na most jellemző a történet, hogy amikor megkapta az olimpiai aranyérmet, utána mindjárt a kultuszminiszter írta saját kezüleg az előszót a könyvhöz, és még abban az évben kiadták díszkiadásban a könyvet. Valóban érdemes volt az aranyéremre, hiszen ebben a műfajban, tehát az ókori olimpiák történetét földolgozó munkában nem előzte meg senki. Tehát ő volt, aki legelőször ezt megírta.
Nyilván a történelmet, tudomány, az ókortörténet már túlhaladott sok mindent, tehát sok mindent már a források szempontjából bővítettek, pontosítottak, de nagyon hosszú ideig ez egy alapmunkája volt a sporttörténeti írásnak. Rögtön megjelent németül, kiadták angolul is a könyvet, tehát tényleg nagyon ismertétette mezőt. Van egy fontos nagykanizsai vonatkozás, a mezőgyűjteményben van egy fénykép, ami egy nagykanizsai párbajról szól, illetve a párbajra érkezett budapesti vendégekről. Az olimpiához kötődik a történet. 1924-ben a vívó versenyek során egy magyar versenybíró és egy olasz versenyző között olyan szintű veszekedés, vita alakult ki. Egy Puliti nevezetű olasz vívóról van szó, hogy végül is egy párbajban zárták ezt le, és Nagykanizsa volt a legközelebb Olaszországhoz, tehát oda utazott le a pesti vívó társaság, és a nagykanizsai kávéházban készül ez a fotó, hogy a Budapestről érkezett vívók tényleg a legnagyobbak ott vannak, hogy lássák ezt a párbajt, ami persze végül is a kibékülést hozta. Sokan Kanizsán, mondjuk így például a Bethlen korszakot is egyfajta pozitívumként élik meg, ugye akkor jön létre a magyar-amerikai olajtársaság, megépül a fürdő, tehát eléggé látványosan fejlődik a sport is ezáltal. A sportnak ez azt kell mondjam, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka, hiszen a trianoni békediktátum nyomán Magyarországnak nem lehet hadserege, sorozott hadserege, és 21-ben elfogadnak egy olyan testnevelési törvényt, ami egyfajta katonai előképzést, rejtett katonai előképzést tartalmaz, és ez a törvény 12 éves kortól 21 éves korig minden férfi számára heti rendszerességgel kötelező testgyakorlatot ír elő. Ez a Levente egyébként, tehát aki nem jár középiskolába, aki nem jár egyetemre, ahol kötelezően testnevelés óra van, annak el kell járni Leventére. Minden évben összeírják az embereket, és kötelezően gyakorlatoztatják, de hát jellemzően ez az, hogy bedobnak egy labdát és fociznak. Minden településen pálya létesül, egyesület létesül, lehet, hogy Levente egylet és nem sportegylet, ahol lehet ezt gyakorolni, minden iparvállalatnak, illetve nagyobb vállalatnak kötelezően sporttelepet kell építsen és üzemeltessen. Tehát olyan infrastruktúra teremtődik meg a magyar sport számára, ami még a háború utáni időszakot is meghatározza. Tehát itt alapozódik meg a 21-es törvénye, illetve a 24-es végrehajtási utasítása, mert valójában 24-től van pénz erre, a magyar sport siker. Tehát az, ami 36-ra már a harmadik nemzetté emeli az olimpián a magyart, az itt indul. 45-ben indul Bám Aort, a Magyar-Amerikai Olimpiai Részvénytársaság csapata volt. Jó módban voltak, tehát volt pénz, és játékosokat tudtak hozni, és 3 év alatt NB1-be tudott játszani a Maort. 49-50-ben NB1-be játszottunk, a Puskásék is jöttek, akkor én még csak 4 éves voltam, tehát nem. De viszont 55-ben az aranycsapat egy ilyen hírverő meccset játszott itt Nagykanizsán, és akkor én már 10 éves voltam. És apám, a Zalán nevű kapussal, akiben van a könyvben, ő is kapus volt, apám is azért kapus volt, megbeszélte, hogy engem bevisz labdaszedőnek. Hát a régi Maort pályán 10 000 néző volt, tehát tele volt a stadion, és én ott labdaszedő lehettem. Hát a Puskásékat látva nem akármilyen volt az élmény, tehát tulajdonképpen én onnan datálom a futballt az én részemről. Csodálatos volt. Volt egy ilyen meghatározó élmény, meg még gondolom igen, sok egyéb. Mikor indult, hiszen hát az NB1-ig vitte? Én 1959-ben lettem igazolt játékos a régi Maort pályán, akkor bányász volt már. Hát ugye volt Maort, aztán olajbányász lett, aztán bányászásább bányász, és 69-től lett tulajdonképpen olajbányász. Most 59-ben, amikor én kezdtem, akkor a régi pályán bányászként kezdtem én a játékot,
serdülő, illetve bocsánat, akkor már ifig voltunk, mert akkor nem volt, csak a grund volt nekünk, és mindjárt mentünk, aztán csapatba tudtunk játszani. Abban az időben így zajlott a futball. És 62-ben én már NB3-as csapatba játszottam, közben ifi válogatott lehettem, és 63-ban eligazottam Pécsre, az NB1-be. És akkor ott volt a Dankönyvre, meg a Zengői, és akkor két év múlva jött a Rapp Imre Tatabányáról, és ő nagyon jó kapus volt. És akkor nekem ott úgy nézett ki, hogy nem nagyon fogok tudni védeni, és nem szerettem a tartaléksort, és akkor én visszaigazoltam ide Kanizsára. Ugye dr. Mező Ferenc többek között különféle funkciókat is betöltött, nem csak a magyar, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is. A háborút követően ő a VKM-be kerül tisztviselőnek. Ekkor is, ugye itt a koalíciós időszakban a különböző pártok delegálnak, és ekkor is a Szociáldemokrata Párt képviseletébe kerül be. A VKM-ben többek között a Totó megalapításán is dolgozik, és mielőtt kikerülne a VKM-ből, akkor választják meg őt, vagy hát delegálják a NOB-ba, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba, és 48-ba már a nyári olimpián képviseli is az országot, és haláláig ő tölti be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja pozíciót, de hamarosan elveszíti az állását, kényszernyugdíjazzák, hiszen a politika balra tolódásával már ő is túlságosan jobboldalinak számít, és hát nagyon, nagyon nehezen viseli azt, hogy ő neki már nincs funkciója, nincs feladata. Aztán eljön újra az az idő, amikor őt újra reaktiválják, hiszen Magyarország megpályázza az olimpia rendezés jogát, és őt nevezik ki az olimpiai iroda élére, és hát minden kapcsolatát, minden tudását beveti abba, hogy valóban megszerezze a 60-as olimpia rendezési jogát Budapestnek. Ami aztán tudjuk, nem sikerül. Igen, hát ugye borongunk, hogy nem sikerült az olimpia megszerzése. Reálisan semmi esélyünk nem volt, hiszen a hidegháború kellős közepén hiába vagyunk mi a harmadik legeredményesebb nemzet, megépítettük a Népstadion, tehát már meg tudnánk rendezni az olimpiát. Párizsban, amikor szavaz a NOB, 61 tagból 7-en vannak a szocialista táborból. Tehát egyszerűen nem jön ki a számtan, ahogy mondják. Semmi esélyünk nem volt azok között, a körülmények között. Abban az évben eléggé sűrű versenyek voltak, mert a szövetség maga se tudta, hogy kiket vinne ki. Ugye, akik hát úgy látszólag, hogy esetleg döntőbe kerülhetnek, és esetleg valamilyen helyezést el tudnak érni. Volt a magyar bajnokság, előtte volt a bányász bajnokság. Hát ott három számba indultam, mind a hármat megnyertem. Bácsalmási Péter odajött hozzám, és azt mondta, Gizi, magának úgy kellene futni, hogy ki tudjon kerülni az olimpiára. Hát, gondoltam magamba, most vagy soha. Hát, ugye én is már benn voltam az időben, úgyhogy már következő olimpiára már nem nagyon számíthattam volna, hogy kikerülök. Titkos álom volt ez, hogy eljuthasson az ötkarikás játékokra? Ugye minden sportoló azért álmodozik arról, hogy egy ilyen nagy versenyre kijusson, mert hát hiszen az életben egy olimpia az 4 évenként ugye az a legnagyobb, amit elérhet ott valaki. Még akkor is, hogyha mondjuk nem kerül be a döntőbe, de maga az a tény, hogy oda kijutott, az egy akkora felemelő érzés én szerintem. Ha én jól tudom, akkor az előfutamba is, meg a középfutamba is a második legjobb időt futotta. Igen, az is számít, hogy az ember milyen formában van sokat, mert mondjuk én azért otthon is készültem, szóval én nem hagytam ki edzéseket, meg ami elő volt írva, én azt
precízen mindent végrehajtottam. Voltak, akik azt mondták, mit ugrálsz, így gyere, elmegyünk, iszunk egyet. Mondom, jó, ti menjetek, de nekem még van ennyi vagy annyi, amit meg kell csinálnom. Sok lemondással járt azért. Hát a sport, ha valaki mondjuk el akar valamit érni, és már azon a szinten, amelyeken én is voltam, hát mi nem mentünk el soha táncolni, nem, éjszakázás nem volt. Egy moziba elmentünk, akkor már 10 órakor, az már nekünk késő volt, mert reggel 5-kor keltem, reggel mentem edzésre, utána mentem dolgozni. Beszéljünk a döntőről. Ha végig lehetne pörgetni azt a nagyjából 2 perc, 8 másodpercet, mi járt a fejében? Azt mondtam, hogy jó kell szerepelnem most. Szóval szerettem volna azért az első 6-ba bekerülni, az az igazság. Csak hát nekem mindig a gyorsaság az volt a problémám. Mert ugye azért mindegy az, hogy az ember 800-at fut, azért a gyorsaságnak kell lenni ott is, az, főleg az utolsó métereken. De hát én 39 kilóval kerültem ki az olimpiára. Rettenetes finnyás evő voltam, ez a másik. Úgyhogy mindig azt mondták a táborban, amit kíván, azt adjatok neki. Törzsgyökeres nagykanizsai. Igen. Ugye jön ez az olimpia, a jó szereplés, és aztán pár évvel később ugye Nagykanizsáról ide tetszik költözni Szombathelyre. Hogyan történt ez? Hát ez úgy történt, hogy szerettem volna egy lakást kapni, ami nem társbérlet. És akkor azt mondták, hogy hát mit akarsz te, vannak családok, ti meg csak ketten vagytok, mert akkor már férjhez mentem. Mit akarsz te, ketten vagytok, nektek elég a társbérlet is. Hát én tudtam azt, hogyha alba hagyom a sportot, akkor meg már semmit sem lehet elérni. És akkor gondoltam magamban, hát hogyha már mégis valamit elértem a sport révén, legalább egy lakásunk legyen. És akkor a Gibba Pista, aki volt a szakosztálynak a vezetője, az már korábban is hívogatott engem nagyon ide Szombathelyre, nagyon szerette volna ő is, hogyha a szakosztályuk az NB1-be följut. De hát mindig valamiért nem sikerült neki. És akkor beszéltem vele, mondtam neki, hogy eljövök azzal a feltétellel, ha kapunk lakást. Ugye idén 89 éves tetszik majd lenni. Hát honnét van még mindig ennyi energia ilyen szépen rendbe tartani ezt a kis lakást, hiszen itt beszélgetünk az otthonába? Hát az az igazság, hogy minden nap valamit azért csinálok, szóval nem hagyom el magamat, abszolút, még ha nem is érzem magamat mindig olyan fitnek, akkor is vagy elmegyek a városba, ha nem kell semmi, akkor is azért megyek el, hogy járjak, mert az egyik térdem az már meg van operálva, de most már sajnos a bal térdem is nagyon kezd fájni, és szóval muszáj mozogni. Mert ha az ember nem mozog, akkor vége. 50-es évek környékén volt itt egy közgazdász továbbképzés, egy főiskola, amiből indult igazából ez a kézilabda a városban. Ez azt jelentette, ott voltak olyan kézilabda közeli emberkék, akik elindították ezt az egészet. A városba később, mikor megszűnt a főiskola, akkor a két Városi Sportegyesülethez került úgy a női, mint a férfiág. Menjünk egy kicsit vissza az időbe, azokra a legendás évekre, amikor 1968-69-es szezonban bajnok lett a női kosárlabda csapat itt Kanizsán. Nagyon fiatalok voltunk akkor, a többsége 17-18, mi akkor 19-20 évesek voltunk, és feljutottunk az NB1-be. Az NB1-es legfiatalabb csapat volt, és hát a következő évben, mivel leérettségiztek, a játékosok elmentek tovább tanulni egyetemekre, főiskolákra, és én is elvitt a Videoton, több NB1-es csapat hívott, de én a Videotont választottam, és hát nagyon jól éreztem magam ott, és ugyanúgy
ha visszaemlékezem, vittem Székesfehérvár hírnevét, a Videoton hírnevét, de hát sajnos történt egy családi tragédia, 4 év után meghalt, abban 4 évben édesanyám is haza kellett jönnöm, mert volt 2 fiú testvérem, apám, akikre mosni, főzni, takarítani. És akkor kezdtem el itt játszani, de a játékból edző lettem, a játékosból edző lettem. Volt egy nagyon menő edző, testnevelő Szántó Zoltán, aki oda jött, hogy belőled edző lesz, mennyi a TF-re, és akkor így végeztem az edzőit, és elkezdtem az edzősködést. Egy életen keresztül azt csináltam, amit szerettem. Mindig azt mondta apám, ma ennyit van, holnap nagyobb legyen, holnap után még nagyobb. És ezt én biztos, hogy a játékban is ugyanúgy, meg a sportágunkban is ugyanúgy csinálom Nagykanizsán, hogy mindig szerettem a legjobbak között szerepelni, az utánpótlás csapatainkat, az országos döntőbe vinni, aranyérmet, ezüst, bronzérmet szerezni, vagy a felnőtt csapatainkkal 4-szer jutottam fel az NB1-be, és még, hogy őszinte legyek, hogy épül az új csarnokunk, még szeretném megélni, hogy 5. alkalommal föl tudjunk jutni. Akkor, amikor a 60-as, 70-es években megpezsdült a sportélet azon része is, amelyik a lehetőségeket, az infrastruktúrát biztosította a magasabb szintű sportnak, akkor számtalan olyan sportcsarnok, uszoda épült az ország különböző nagyvárosaiban, ami nem jutott el Nagykanizsára. Nagykanizsán nem épült sportcsarnok, bár nagyon-nagyon jó bázisa volt például a 70-es években, 60-as évek végén, 70-es évek elején a kézilabdának a város, de nem épült egy olyan sportcsarnok, amelyik több ezer főt befogadhatott volna, és nagyobb rendezvényekre, sporteseményekre alkalmas lett volna. De a környékünkön, a környezetünkben, a tőlünk közelebb és távolabb levő megyeszékhelyeken viszont ezek az létesítmények, ezek az intézmények megépültek. Éppen ezért már azt kell mondani, hogy több évtizede a város itt élő embereinek a lelkében, szívében, tudatában benn volt az, hogy jó lenne egy olyan sportcsarnok, ahol a különböző teremsportok, teremcsapatsportok helyet kapnának, otthonuknak tudná nevezni. Most már Tungszalmese néven működünk, és a 80-as évek vége fele először a női kézilabdát vettük át, mint egyesület, majd később a férfi kézilabdát is átvettük. A legjobb időszakunk az igazából az volt, amikor a 90-es évek elején a férfi csapatunk NB1-es szintre jutott fel. Aztán sajnos volt egy átmeneti időszak, ami bizonyos támogatói és szponzori kiesések következtében visszaesett a csapat az NB2-be. Azóta igazából a csapatunk az NB2-be szerepel, kivéve a 2018-19-es időszakban, amikor NB1-B-be újra sikerült visszakerülnünk. A hölgyeknél szintén megvolt ez a liftezés? Igen, igen, az a hölgyeknél szintén megvolt. Volt egy iskola itt Nagykanizsán, egy általános iskola, Péterfi általános iskola, ahol nagyon jó képző emberkék, kézilabda szerető és támogató iskola volt. Rezsek Győzőnek hívták azt az edzőt, aki olyan prominens személyeket nevelt ki, mint Siti Bea, Siti Eszter, Németh Helga, Mátyás Augusta, akik igazából nem csak a városunk nevét öregbítették, hanem maga az ország nevét is, mert válogatott mérkőzéseket is játszottak. Nekem a Péterfi iskola, ugye akkor
gyakorlatilag nagyon egy-két éves iskola volt, amikor én elkezdtem az általános iskolai tanulmányokat, és hát extra volt, mert mi sportagozatosok voltunk, tehát tényleg a mindennapos testnevelés az szó szerint volt értendő, szépen beosztották, meg volt a metodikánkban, hogy ősszel atlétika jellegű feladatokkal, illetve magával az atlétikával ismerkedtünk meg. Aztán jött ugye a tél, akkor a szertorna. Hát nem hiszem, hogy bárki megmondaná rólam, hogy én negyedikes koromban még angol spárgáztam, és torna gyakorlatom, meg szekrényugrás, meg ilyenek. Aztán ezzel párhuzamosan ugye a labdajátékok, abból is az összesben meg kellett ismerkednünk. Jött a tavasz, hajrá, mezei futóverseny. Tehát, hogy tényleg azt kell mondjam, ami így egy standard, hogy minket általánosan és sokoldalúan képeztek, nem maradt olyan sportág, ami teljesen érintetlen volt számunkra, kötelező úszásoktatástól elkezdve. És én tényleg hiszek ebben, hogy minden hozzájárult ahhoz, hogy egy picit esetleg ügyesebb lett az ember a kézilabda pályán. Ez a beruházás, amiről beszélünk, ez én azt gondolom, hogy egy újabb lökést adhat annak, hogy ami annak idején működött, az újra elinduljon. Ma is megvannak azok a szakemberek, azok a testnevelők, akik elhivatottak, akik jól képzettek, megvannak a tehetségek. Én hiszek benne, hogy Nagykanizsán és Nagykanizsa vonzás körzetében mindig is voltak, vannak és lesznek tehetségek, fel kell fedezni őket, ehhez megvannak a szakemberek, ahogy mondtam, és természetesen ahhoz, hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani ezeknek a gyerekeknek, sportolóknak, ahhoz kell az infrastruktúrális háttér. Ennek egyik kis szeletkéje ez a pálya, ami május végén átadásra kerül, de az elmúlt években, ha kicsit visszatekintek, azért nagyon komoly változások történtek Nagykanizsán, hiszen megújult a MÁV csarnok, megújult az egykori olajbányás csarnok, a felújításon még most is folyamatban van, és hát természetesen a zászlós hajó, a sportcsarnok, aminek a kivitelezése naponta meggyőződöm róla, hogy jó ütemben halad. Én azt gondolom, hogy ez az infrastruktúrális fejlődés, ez nagy lökést adhat a tömegsportnak, a diáksportnak, és ezen keresztül, hiszen ezekre támaszkodik az élsportnak is. Nagykanizsán nagyon sok sportrajongó, sportszerető, köztük én magam is várom azt, hogy az élsport újra egy szintet ugorjon. Nagyon hamar jöttek a sikerek. 96-ban már tagja voltál ugye az olimpiai bronzérmes csapatnak, és aztán 4 évvel később olimpiai döntőt játszhattál. Én azt gondolom, hogy ezt azóta is megsüvegedik, nem csak országszerte, itt különösen Kanizsán. Hát remélem, hogy büszkék rám. Én nagyon-nagyon büszke vagyok magára a városra, tehát hogy nekem ez mindig egy olyan kis zöld sziget marad, nyilván amellett, hogy a város szeretem, a családi kötelékeim is, a mai napig az édesanyámék itt élnek. Tehát én tényleg mindent ennek a városnak köszönhetek, hogy elindítottak az úton. Szerintem olyan fifikát kaphattál ettől a várostól, ami a magyar kézilabdára mindig jellemző volt, hiszen biztos, hogy nem sértelek meg vele, de nem egy 190 centi magas nő vagy. Akik az utamon elindítottak, gyakorlatilag a testnevelő tanár a Rezsek Győző bá, illetve az Uzsoki Laci bácsi, aki nekem 5 évig a nevelőedzőm volt, és hát nyilván, mivel a serdülőkoromban belecsúszott a közös munkánk, ez ugye én is egy ilyen kemény serdülő voltam, úgyhogy valamikor apám helyett apám volt ez a két ember, amikor éppen harcoltam a saját őseimmel, és úgy volt, az volt a rendszer, hogy egészen 8-ig mi a fiúkkal, tehát a saját osztálytársainkkal, akik szintén kosaras, focista, kézis, tehát ez a vegyes mix, de mindegyikük ugye sportolt. Mi minden héten 2-szer jöttünk ide le, kedden meg csütörtökön, dupla testnevelés óránk volt, és akkor itt játszottunk a fiúk ellen. És szerintem ez egy, tehát hogy a fiúk, aztán utána is később, amikor már felnőtt játékos voltam, felnőttként ugye a serdülőkorú fiúkkal tudsz körülbelül együtt játszani, tehát hogy annyi mindent lehet tőlük tanulni. De rengeteget, és a játékban ugye nyilván gyorsabbak, tehát felgyorsul az ember, más megoldást kell találni. Úgyhogy a játéknak ezt a csinyát, binyát szerintem így
így összeszedtük tőlük, ha lehet így mondani. Ugye eljött az a bizonyos Sydney döntő, a 48. perc. Hát miért vesztettük el azt az utolsó 12 percet? Igen. Hú, most elrontottam a kedvedet. Hát nézd, azért már ez 21 éves történet, úgyhogy már talán egy kicsit könnyebb róla beszélni, de nem fogok tudni neked okot mondani. Tehát, hogy az biztos, hogy egy flow volt az egész olimpia. Tehát, hogy mi olyan állapotban voltunk, és ugye túlmentünk azon az osztrák meccsen, ami szerintem rengeteg-rengeteg sok érzelmet és energiát, tehát fizikai erőt is kivett belőlünk, és az egy picit hiányzott, most ez egy furcsán hangzik, nem biztos, hogy igazam van, de azt hiszem, hogy ott egy picit az, hogyha az könnyebb meccs lett volna, akkor több energiánk maradt volna a döntőnek a végjátékára. Teljesen elkomorítottalak téged, ne. És rosszul is fogalmaztam. Ma, így visszatekintve 21 évvel ezelőttre, hát de örülnénk, ha mondjuk az olimpián most újra döntőt tudna játszani a női kézilabda válogatott. Viszont milyen az élet, ugye pokol és menny, ott voltál később az EB győztes csapatban, és a románokat a saját fővárosukba győztétek le a döntőben. Tetejében még, mint ahogy az életben is gondolom ez jellemző volt, hogy a testvérednek kitapostod az utat, azon a bizonyos EB-n mind a ketten játszottatok. Hát ez így van. Mondjuk visszatérve, tehát nem szomorítottál el egyébként, mert utólag visszagondolva, persze akkor kudarcként éltük meg. De ha valaki azt mondja nekünk az olimpia előtt, hogy mi döntőbe fogunk játszani, hát akkor bármikor fizetek érte. Tehát, hogy nekünk az egy hihetetlen élmény volt, hogy a döntőn ott lehettünk, és attól függetlenül, hogy az utolsó 12 perc elcsúszott. És ugye abban az évben, decemberben volt, tehát ez a 2000-es EB, amikor a Hugival mi együtt játszottunk az olimpia után 3 hónappal körülbelül, mert ha jól emlékszem, október 1-én játszottuk a döntőt, és gyakorlatilag december 20-a, nem tudom, hányadika volt pontosan, amikor az EB döntőt játszottuk. Én lehet elfogult vagyok biztos a húgommal, de nem hiszem, hogy én tapostam ki neki az utat. Tehát, hogy inkább az, hogy nálunk ez a kézilabda, ez tényleg egy családi hagyomány, nekem édesanyámnak 2 testvére is kézizett. Ugye automatikusan jött a történetünk, hiszen ugyanabban az általános iskolában jártunk. A kézilabda az abszolút favorit sportág volt városon belül. Minden, amit ő megtett, jogosan volt abban a csapatban. Nekem hihetetlen élmény volt, hogy együtt lehettünk. Ő ritka jól időzített, tehát mondtam, hogy így beugrani, hogy első válogatottság és egyből EB arany. Tehát ennél jobbat el se tudnék képzelni, neki utólag se. Sajnálom egy picit, hogy keveset játszottunk válogatott szinten. Klubszinten tök egyértelmű, hogy nem vesztük el egymás elől a másiknak a kenyerét. Meg volt az ő útja, meg volt az én utam. Válogatottban, meg amúgy is az életben is mi abszolút támogatjuk egymást, úgyhogy, és ugyanez vonatkozik, bár nem sportfofilból az öcsémre is, de tényleg mindegyikünknek azt hiszem, hogy egy tartalmas karrierje volt, amiben ha együtt játszottunk, ha külön, akkor is vagy sírtunk, vagy nevettünk, vagy ha Fradi Dunafer volt, akkor lehet, hogy ő sírt, és én nevettem, vagy fordítva éppen mit hozott az eredmény, de alapvetően mi támogattuk egymást abban, hogy akár a sikerben, akár a kudarcból tovább tudjunk menni. Én a Sütibeával ugye együtt jártam a sport miatt, ez egy érdekesség, és most is, ahogy jöttem ki a pályára, nagyon szívesen gondolok arra az időszakra, mert tényleg egy jó dolog volt. És drukkoltam én mindig nagyon neki, hogy minél sikeresebb legyen a kézilabda pályafutás, és az is lett, úgyhogy szerintem ez kölcsönös. A génekben datálódik így a Vlaszák családban, hogy a futball az így tovább adódik, tehát a gyümölcs és a fája hasonlatot mondhatnám. Meg az is, hogy a kapusposzt is így öröklődik? Az édesapám is kapus volt a 20-as, 30-as években Győri Dacban.
aztán a fehérvári Arakba, és 37-38-ban egészen a megszűnéséig a ZTA kapusa volt. Na most ugye én meg egyből jött, hogy beálltam a kapuba. Tetszett is a apámnak. Nem mondta, hogy ó, fiam, most csak menjél futballozni, de sem mondta, nem menjek. Tulajdonképpen aztán akkor jött, szóval én kapus lettem. Hát ugyanígy volt a Géza. Igazából abban az NB1-es csapatban én sokáig második számú kapus voltam, a Csáki Laci, akit édesapám hozott ide annó még, őt is együtt mentünk megnézni, tehát én nagyon fiatal voltam, a Csáki Laci itt volt katona valahol a környéken, mentünk megnézni, utána meg érdekes, utána meg vetétársak lettünk, de egy remek kapusról volt, szóval NB1-ben kevesebbet védett, mert voltak neki sérülései, de például ő annak az évtizednek, annak a csapatnak egy emblematikus figurája volt, és én meg egy nagyon fiatal, de nagyon türelmetlen, nagyon törekvő valaki voltam, aki minden áron mindjárt be akart kerülni, és hát azért kiderült, hogy egy 18-19 éves fiú még esetleg nem tud, mint egy rutinosabb jobbkapus, ez mind a mai napig még tartja ez a dolog magát nálam. Úgyhogy rajta kívül például a Kepe Tibi, aki a csapatkapitány volt, aztán a Fújsz Laci, aki korábban játszott a Videótonba, abba nagyon sikeres UEFA menetelés és Videótonnak a keretében is benne volt. Úgyhogy rájuk is nagyon szívesen emlékszem, illetve nagyon sok mindenkit még kihagytam még. Itt igazából az NB1-es év, ugye kiesett a szezon végén a csapat, de mégse lehet kudarcnak tekinteni, mert hosszú idő után került vissza, és szerintem úgy helyt is állt. Aztán a 90-es években, illetve a 2000-es években még visszakerült a klub, de akkor is utána egyből kiesett. De ezek mindenképpen sikerek, mert egy nagykanizsa szintű városnak az akkori NB1-be igazából egy nagyon nagy dolog volt szerepelni is. Úgyhogy nekem sem ment zökkenőmentesen itt a bemutatkozáson, voltak jó meccseim, rosszabb meccseim. Nekem is igazából el kellett menni, mondjuk szerencsére nem mentem messzire Zalaegerszegre, hogy beinduljon a karrierem, de aztán be is indult. Nagyon beindult, és nagyon sok helyen emlegetik a nevedet, leginkább Újpesten jó ízzel. Hát jó, hogy ezt mondod, mert az Újpest az számomra az egyik legnagyobb klub, és én nagyon örülök, hogy én 4 évig ott meghatározó alakja lehettem annak a csapatnak, illetve annak a klubnak, és mind a mai napig nagyon szerettem az Újpestet. Most már így fájó, hogy abban a 4 évben kétszer is csak második lett a csapat, úgyhogy szinte végigvezettük a bajnokságot, és a végén az utolsó meccsen nem sikerült. Tehát ha máshogy sikerül, és kétszeres bajnokként jövök el Újpestről, akkor egy csomó minden lehet, hogy másképp alakul az én pályafutásomban is, de a klubéban is. De azon kívül játszottam az MTK-ban, ami egy szintén nagyon jó a klub, meg Magyarországon a Zalaegerszegen, az meg egyértelmű, hogy itt a megyén belül, meg így a Nyugat-Dunántúlon az egyik legfontosabb klub számomra. Mikor lettél válogatott? 5-ször húzhattad fel a címeres mezt. Én a Lothar Matthäusnál kaptam szerepet barátságos mérkőzéseken. Korábban is voltam kerettag a Gele Imrénél, illetve Csank Jánosnál is, de elég erős volt a mezőny, tehát még azt is nagyon meg kellett becsülni, valaki bekerül a keretbe. Egy top formával Király Gábor egyértelmű első számú volt, és a kapusposztot nem olyan cserégetünk csak egy-egy mondjuk gyengén meccs után, tehát oda már akkor is bravúrót, ha behívtak valakit. Ezt Újpestből köszönhetem igazából, mert abban a periódusban az Újpest ugye élcsapat volt, és én mellettem több játékos is bekerült. Úgyhogy én a Matthäusnál húzhattam fel a címeres mezt többször is. Az is egy nagyon kedves emlék az a korszak, és hát mondom, nagyon remek csapattársaim voltak, ez mindenképpen a pályafutásom egyik legszebb évei voltak ezek. Gondolom, gyakran hazajársz, már csak édesapád miatt is Nagykanizsára, de egyébként Zalaegerszegen dolgozol jelenleg kapusedzőként. Nem lenne jó, hogyha itt Kanizsán lehetne egy NB1-es klubnál akár vezetőedzői posztban téged látni? Ez különben, ez, ahogy mondtad, de jó lenne, és igazából nem mondom soha, hogy nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Az biztos, hogy ennek a klubnak én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb megint legalább az NB2-be stabilizálni kellene a helyét. Tehát nagyon szép, hogy most a hosszú idő után ugye visszatért az NB3-ba, és jól is szerepel, és tényleg egy kicsit felfelé ível. De azért csak az lenne a jó, hogyha ez a klub is minimum elérni az NB2 stabilan. Disztlut Péter hozta a szabadrúgás után játékba a labdát, aztán gyorsan eladják a fehérváriak, Vidóci akár rá is lőheti. Disztlut védés, gól! Új szüresen maradt, 1-0 a Nagykanizsa javára.
Vidóci nagyszerűen vette észre, hogy azt rá is lehet lőni. Disztul elsőre még hárított, Kulsz azonban jól érkezett. 1-0 az Olajbányásznak. Keszeg. Tőle Ágics. Hegedűs. Filipovics felé. Mátyus kedvezőbb helyzetben egy nagy hiba, és Filipovics megszerzi a vezetést. Óriási hibát vétett a honvéd játékos. Filipovicsnak azt kell, hogy mondjam, hogy onnét már nem volt nehéz dolga, miszerint elgurította a labdát Brockhauser mellett. 1-0-ra vezet meglepetésre a 17. percben a nagy kanizsai Olajbányász. De abszolút szerencsések voltunk, én azt gondolom, mert Kanizsán akkor egy nagyon-nagyon jó és erős sportélet volt. Hát mi örök mozgó gyerekek voltunk, meg vagyunk is szerintem a mai napig valamilyen szinten, ha még nem is annyira aktívan. De így anyukámék azok úgy döntöttek, hogy akkor egy sporttagazatos iskola az így megfelelő lenne a számunkra. Kellően levezettem az energiákat. Úgyhogy mi igazából ott kezdtük a pályafutásunkat, és nagyon-nagyon jó alapot kaptunk. Tehát az azt gondolom, hogy így megalapozta így a sportpályafutásunkat. Tehát nekem atlétika edző volt a testnevelő tanárom az elsőtől, tehát abszolút megkaptam azokat az alapokat, ami ahhoz kellett, hogy a kézilabdába tudjak benne érvényesülni. Nem féltél akkor, amikor föl kellett jönni tinédzserként a fővárosba? Tudom, hogy nagyon talpra esett nő lehettél már akkor is, de hát azért gondolom, hogy a szüleidbe is lehetett egy kis drukk, hogy hát olyan messzire kerül több, mint 200 kilométer. Én egy elég ilyen, ha nem is a fekete bárány, de azért szerettem a külön utakon járni. Azért voltam szerencsés ebbe is, mert hogy második gyerek, a nővérem azért kitaposott bizonyos utakat, és amikor ő ilyen, nem is tudom, 16-17 volt, akkor lett volna neki lehetősége, hogy elmenjen Kanizsáról, akkor a anyukám még nem annyira szerették volna, hogy legyen meg az érettségi, stb. És igazából ő az érettség után váltott. Én 8. nem tudom, nekem volt egy olyan ihletem, megkerestek Pestről, hogy mi lenne, hogyha akkor ott folytatnám a pályafutásomat. Hát és én akkor nagyon karakánul ott kijelentettem, hogy már pedig én menni fogok. És itt apukám mondta azt, anyukám olyan nem engedett volna, tehát apukám volt ebbe, aki azt mondta, hogy úgy volt egy lelkismert furdalása is, hogy hát a nővérem akkor nem ment, és mi lett volna, ha. Úgyhogy ezért nekem ez így könnyebb volt. Aztán amikor megérkeztem, az már nem feltétlenül, tehát amikor megláttam a kollégium szobát, tehát stb. Azért úgy az eleje az izgalmas volt, de hál' Istennek én akkor a Vasasba kerültem, és akkor volt egy ilyen koncepció, hogy összegyűjtötték úgymond vidékről a tehetségesebb gyerekeket, hogy mi egy iskolába jártunk, a kollégiumi szobában csak kézisek voltak, tehát hogy azért volt egyfajta közösség, ahova tartoztál azon belül is. Erre szerintem kevesen emlékeznek. Téged a legtöbben az FTC-vel, a Ferencvárossal kötnek össze. Most azért egy ifista játékos azért nem feltétlenül jegyeznek meg, tehát maximum a szakma, aki úgy gondolja, hogy az ember tehetséges, vagy valamire viheti ebbe a sportba. Úgyhogy talán ezért nem maradt meg az, mert 2 évig voltam igazából a Vasasba, és akkor utána váltottam a Fradira. Jöttek ugye a sikerek, és hát ugye több bajnoki cím, kupagyőzelmek, és hogyha nagyokat ugrunk az időbe, akkor ugye mindenképpen el kell mondani, és ez nekem is egy gyönyörű szép személyes emlék, Bajnokok Ligája döntő, például 2002-ben, de hát ha válogatottságot nézzük, Európa-bajnoki arany, világbajnoki ezüstérem, olimpiai részvétel, de mire emlékszel a legszívesebben? Nekem mindegyik szép, tehát maga az, hogy kézilabdázhattam, és hogy ilyen sokáig, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hálása az élettől, vagy a sorstól, hogy ez megadatott. Azt gondolom, hogy mind a Fradiban, mind pedig a válogatottban egyaránt azért azt gondolom, hogy egy jó korszakban, vagy egy jó érába csöppentem bele, és igazából mindenhol sikerek voltak, tehát így nagyon-nagyon nehéz kiemelni egyet-egyet. Talán a Fradival, ami azt mondom, hogy így, ami extra volt így a hangulata minden szempontjából, az a BL elődöntő Podgoricán, amit tényleg extra volt, hogy ott nyerni tudtunk, és a közönség, és szóval az ilyen libabőrös meccs volt abszolút. Hajrá, én úgy izgulom, győzni fogom, csak hajtsatok, hajtsatok. Hajrá, én úgy izgulom, győzni fogom.
Szó szerint szaunára emlékeztető légkörben és fülsüketítő hangzavarban kezdődött a Bajnokok Ligája elődöntő visszavágó, ahol aztán szerencsére már az elején kiderült, hogy a Fradi nem ijedt meg sem a montenegrói játékosoktól, sem pedig a félelmetes közönségétől. 4-4 után igaz, hogy két góllal elhúzott ugyan a Buducsnoszt, ám negyed óra elteltével már mi vezettünk 13-11-re, és ez bizony tartást adott a lányoknak, mondom ezt még akkor is, hogy a pihenőre 16-16-os döntetlennel vonultak a csapatok. A csoda tehát már ekkor érlelődni kezdett. A második félidő aztán legszebb álmainkat is felülmúlóan kezdődött, lányaink ugyanis 24-19-re elhúztak, és rendkívül okosan, taktikusan, fegyelmezetten játszva zavarba hozták Bulatovicsékat, akik ekkor már csak rohantak az eredmény után. Az idő persze egyre inkább őket sürgette, a közönség pedig elvesztette a türelmét, és emiatt több ízben is percekig állt a játék a bedobált öngyújtók és üvegek miatt. Leírhatatlan szinte, hogy milyen sportszerűtlen körülmények között kellett ekkor kitartani a játékosainknak, a spanyol bírókról és a kispadról nem is beszélve. Az előnyünk 28-26-nál két gólra olvadt, 31-30-nál pedig már csak egyre, de a sorsdöntő pillanatokban szerencsére mindenkinek helyén volt a szíve, és végül óriási csatában 33-31-re, a jegyzőkönyv szerint csak 32-31-re, de a lényeg, győztünk és a csoda beteljesedett. Tóth Enikő, aki a hajrában sajnos megsérült, ugyan lábra sem tudott állni, de a többiek segítségével szó szerint neki is menekülnie kellett a barbár vesztes publikum elől. A válogatottal is, hát az Ágrában mi így extra volt, hogy tényleg amikor a döntőre mentünk, és a több ezer magyar szurkoló, tehát hogy hát is mellette a sok-sok érem, tehát hogy mindegyiknek megvan a maga szépsége. Mennyit kézilabdázol mostanság? Nem arra gondolok, hogy mint edző. Előfordul-e, hogy összeállnak mondjuk a szenyor hölgyek egy-egy mérkőzés erejéig? Nem. Nem. Még ilyen Európa Masterra még, amikor a pályafutásom végén volt, akkor bevállaltam ilyet. Én megmondom őszintén, hogy azért egy jó pár évet lehúztam ebbe a sportba. A testem azért megérezte ezt a történetet több sérülés, műtét után. Én azt mondtam, hogy jó fej volt a testem, viszont ezek után most már vigyázok rá, és annak ellenére, hogy tudom, hogy az is egy nagyon jó feeling, ez az Európa Master, amikor tényleg rengeteg magyar csapat válogatott, nagyon komoly emberek vannak benne, nagyon jó a hangulat, de azért nulla felkészüléssel oda nem mennék el. És akkor ebbe már nem tolok annyi energiát az edzésben, meg az ilyen típusú edzésben, úgyhogy igazából ezért nem. Tehát nézőként még lehet, hogy megjelennék, de aktívként már nem biztos. Arra számítottam egyébként, hogy gyermekedre fogsz majd hivatkozni. Datálva van a génekbe, hogy esetleg kézilabdázni fog? Hát bármi akármi lehet belőle, tehát a génjeibe benne van, jól koordinált, viszonylag aktív a gyermek, tehát kell foglalkoztatni ahhoz, hogy lezsibbadjon. Hát az majd az ő döntése lesz. Tehát a lehetőséget azt szeretném neki, hogy és több sportot próbáljon ki, de ez majd az ő döntése lesz akkor, hogy mit szeretne csinálni. Jelen pillanatban ugye a nagykanizsai női kézilabda az NB2-ben van. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk például Siti Eszter edzőként, de mondjuk mi kell ahhoz, hogy mondjuk ott NB1 legyen, vagy legalább NB1B? Hú, hát az anyagi háttér az biztos. És hát persze ennek több jó módja van, hogy az utánpótlásból felépíteni, de az anyagi háttér fogja ezt így meghatározni, meg az emberek, hogy mi a cél igazából ebben. Hát nagyjából ez, mert most vagy összevásárolsz játékost, vagy pedig az utánpótlás bázist fogod, és maximum egy-két x külsőssel kiegészíteni, aztán évről évre megugrani a bizonyos szintet, hogy az NB1-ig eljussál, vagy NB1-B-ig. Mit jelenthet a kanizsaiaknak egy 21. századi multifunkcionális létesítmény?
Kanizsa hat út kereszteződésében fekszik. Ez azt jelenti, hogy egyféle regionális centrum sok szempontból, tehát piacozó hely, kereskedőváros, de iskolaváros is, kulturális centrum is. Ezek mind olyan helyzetek és feladatok, amelyek az emberek találkozását kikényszerítik. És én tanáremberként, aki hiszek a kultúrában, és a sport is a kultúra része egyébként, azt gondolom, hogy jóféle minőségi eseményekkel lehet közönséget, közösséget nevelni, szórakoztatni, illetve még egyféle felfokozottságot is el tudok képzelni érzelmi téren és az események, rendezvények sokszínűségében és minőségében, és ehhez, ha valami, akkor az újra találkozáshoz egy aréna, egy kanizsa aréna nagyon jól tud szolgálni. Igen, nem csak a sportot hangsúlyozom, hanem koncerteket, kiállításokat, olyan nagy rendezvényeket, amik eddig nem történhettek meg Nagykanizsán. Mennyiben zöld ez az építkezés? Mert én különféle honlapokra föllátogattam, és ez kétszeresen alá volt húzva. A zöld építkezés címszó igazából azt taglalja, hogy zöld felületi mutatóink ugye az előírásoknak megfelelnek, illetve a gépészetben is a létesítmény olyan speciális hőszivattyúkkal van felvértezve, amik a 21. század legmodernebb gépei, és ezért mondható igazából egy zöld létesítménynek. Legjobban azt mutatja be az épület nagyságát, hogy most, ahol állunk, ez egy 2400 négyzetméteres sportparkettával ellátott küzdőtér lesz, és ezen a küzdőtéren keresztbe két edzőpálya is elfér, kézilabda edzőpálya, és három kosárlabda edzőpálya is elfér egymás mellett. Ez azt jelenti, hogy Dunántúlon majdnem egy egyedülálló épületről beszélünk nagyságilag. A belmagasságunk az a szabványoknak megfelelő belmagasság lesz, a legalacsonyabb része is 10 méteres, ami a sportvilágítás magasságát jelenti ebben a pillanatban. Az üvegtáblák felülete kívülről azonnal egy szembeszökő látvány. Ez az építésznek és ugye megrendelőknek is egy fő akarata volt, hogy ez egy impozáns megjelenésű épület legyen, és minél nagyobb üvegtáblákból legyen felépítve a létesítmény. A létesítménynek a déli és a nyugati oldalán összesen 2500 négyzetméter felületű üvegtáblát helyeztek el a kollégáim, ami üvegtáblák 4 méterszer 1 méteres nagyságú táblákból állnak főként. Azért nem könnyű az üvegnél a szigetelés. A szigetelés, igen, az épületnek az egyik leggyengébb pontja mindig, hogy az üvegtáblák megfelelő vastagságú, hőszigetelő, gázzal feltöltött üvegtáblák legyenek, és a külső oldalon is olyan felületkezeléssel látják el már gyárilag, hogy a napfényt ugye visszatükrözik főként, és csak azokat a sugarakat engedik be, ami az épület szempontjából hasznos, és a káros sugarakat, amik túlságosan fölmelegíteni az épületet, azokat blokkolják. Gondolom azért jó néhány álmatlan éjszakája lehet, ugye volt, aki nekem azt mondta, hogy hát önnek biztos, hogy van ebből 600, mert amíg be nem fejeződik és az átadásra nem kerül, addig se éjjel se nappala. Igen, sajnos ez így, ahogy mondja, ez így is van. Ugye ez 600 napunk van a létesítménynek a megvalósítására. Természetesen mi már előtte is foglalkoztunk az épülettel, úgyhogy ezt inkább többre becsülöm. És annyi, hogy ez a felelősség nem csak rajtam van egyedül, hanem magán az AFZ RT-n, a cégen is, illetve az összes kivitelező kollégán is, mind az AFZ kollégákon, mind pedig a bevont szakkivitelező kollégákon is. Mit tapasztal itt a kanizsaiaknál, hiszen ez nem egy átlagos építkezés? Mind az önkormányzat részéről, mind pedig az itt dolgozó vállalkozók részéről is nagyon pozitív a visszajelzés, illetve ugye a külső látogatók részéről is folyamatosan szervezzük épp a bejárásokat, mind szakmai bejárásokat a környékbeli építész kollégáknak és nem építész kollégáknak is, illetve külső látogató csoportok jelentkeznek be hozzám és érdeklődnek, és segítőkészségüket ajánlják föl, akár most legyen egyesület, legyen pedig helyi nagyobb cég,
aki mindenféleképp segíteni akar, és segítenek is a létesítmény megvalósításában. A befogadó képességen, az impozáns megjelenésen, tényleg a lenyűgöző tereken kívül miben lesz speciális a Kanizsa Aréna? Tehát miben lesz olyan, amire mondjuk azt mondhatjuk, hogy Magyarországon ilyen nincs, vagy még nincs? Speciálisnak abban mondható, hogy minden olyan sportág tud itt játékot végezni, aki épp vagy Kanizsán, vagy Kanizsa környékén klub egyesülettel rendelkezik, őt mindenki tudja gyakorolni itt a sportágát. Úgyhogy gyakorlatilag a multifunkció jellege nem csak abból adódik, ugye, hogy nem csak sportrendezvényt lehet itt tartani, hanem kiállításokat is lehet, nagyobb szalagavatókat és koncerteket is megtartani, hanem az, hogy a sportágak tényleg a pingpongtól elkezdve a futszálig mindenkinek otthon tud adni. Hol kell elhelyezni a nagykanizsai futszált, mert azt tudom, hogy másodosztály, de ugye az előző esztendőben még úgy is volt, hogy akár ebből magasabb osztály is lehet. Így van, a tavalyi helyzetünk az második helyen végeztünk, ugye leállították a meccseket, de az alapszakaszt ugye második helyen végeztünk, és annak megfelelően adták ki az érmeket a csapatok számára. Én úgy gondolom, hogy az idei év ez elég nehéz mindenki számára, minden csapat számára. Ez a mi teljesítményünkön is meglátszott, ugye sok sérülés volt, betegség volt. Most per pillanat az alapszakasz első helyén tartunk. Épül az új multifunkcionális sportcsarnok, ami gondolom ezeknek a fiataloknak, de talán neked is, ez egy álom lehetne. Ez így van. Ez számunkra ugye, tehát amikor mi elkezdtük ezt az egészet, akkor még szóba sem volt, hogy lesz ilyen. De amikor ez kiderült, és most már látjuk azt, hogy nem sokára ugye át is fogják talán már adni. Hát itt mindenkinek, minden srácnak, minden játékosnak már az a vágya, hogy már tényleg oda tudjunk menni. Ugye sok minden szakmai dolga is indokolja ezt. Ugye most jelenleg az FC Nagykanizsa munkacsarnokában edzünk, a Zsigmondi Winkler iskolának a tornatermében tudunk játszani, ugye mérkőzéseket. Ott viszont egy helyen lesz az edzés, és egy helyen lesz egy ilyen mérkőzés, ami nagyon sokat számít ugyanúgy a szakmai szempontból. Adhat-e akkora lökést adott esetben ez a nagykanizsai futszálnak, mármint az új sportcsarnok kinyitása, hogy ha a csapatot még tovább sikerül egy kicsit erősíteni, hogy akár a legmagasabb osztályra törjön? Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen. Ugye az utánpótlás szempontjából is vannak a kisebb gyerekekkel is kezdünk már elfoglalkozni, tehát minél többen fognak hozzánk csatlakozni, és azért hogyha egy ilyen infrastruktúrát, egy ilyen gyönyörű épületet meglát egy gyerek is, nem csak egy felnőtt, az biztos, hogy oda fog vonzani a gyerekeket is, hogy hadd játszunk már itt. Tehát ugyanúgy vagyunk a 30 éves játékosok, hadd játszunk már ott, és ha alig várják, hogy elkészüljön, akkor egy gyerekben ez még jobban bent van. Esély van arra, hogy az utánpótlásból, tehát hogy egy masszív felnőtt női csapat kialakulhasson? Hát itt Kanizsán van esély, mert 10 évvel ezelőtti csapatban is volt, mert van egyetem, ahova a játékosok mehetnek, és akkor itt tudnak maradni, ösztöndíjjal ellátva, és akkor nem kell elmenni nekik máshova. A sportcsarnok egy nagy lökést adhat ehhez, csak hát erre rá kell ébredni, hogy miért menjek el, mikor Nagykanizsán is ugyanezt elérem. A férfi vonalról nem hallani. Pedig hát ebben a városban született Dávid Kornél az egyetlen kosárlabdázó, aki a tengeren túlra az NBA-be is eljutott. Igen, nagyon jó a kapcsolatunk. Az édesapja tanított engem a Landler gimnáziumban, mikor 25 éves volt itt a kosárlabda, akkor volt itt a magyar válogatottal, és Kornél is eljött, tehát azóta is jó a kapcsolat, gyerekei játszanak a különböző korosztályokban,
és hát bízom be, hogy még fogunk találkozni itt Nagykanizsán, mondjuk a teremavaton. Ez nem kérdés, tehát én nagyon örülök neki, hogy egyáltalán itt ennyit fejlődik a város, mert azért járok arra felé, hogy ritkán is, és ez is egy nagy dolog lesz, sőt egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen aréna épül Kanizsán, úgyhogy természetesen, hogy nem mennék. Erzsényi elképesztő munkát végez hosszú évek óta, évtizedek óta a kanizsai kosárlabdába, úgyhogy mivel a kislányom kosárlabdázik, így többször összefutottunk már ugye a pályaszélén is, vagy találkoztunk, úgyhogy örülök, hogy ő jól van, és jó egészségnek örvend, és hogy hát továbbra is dolgozik a kosárlabda mellett. Én örülök, hogy Kanizsán is a kosárlabda úgymond él. Persze ott is mindig vannak nagy tervek, de hát azért nem egyszerű egyről a kettőre jutni. Végül is ott születtem, és az egész családom zalai, tehát mi zalaiak vagyunk, és az én kötődésem Zalához ilyen szempontból is nagy. A másik az, hogy a nagymamám ott élt Balatonmagyaródon, a Kis-Balaton szomszédságában, amíg élt, így a nyaraimat én ott töltöttem. Nagyon sokat töltöttem ott, tehát a Zalába, Nagykanizsára ugye utaztunk. Én nem emlékszem, hogy nagyon pici voltam, amikor mi eljöttünk Zalából, de mondom, édesanyám lenti, apu Komárváros, akkor Zalakomár most már ott született, tehát ilyen szempontból mi tőzsgyökeres zalaiak vagyunk, és vissza is járunk, jártunk oda, rokonok is ott élnek, úgyhogy ilyen szempontból kötődésem van. Mennyire nehéz ma egyébként a gyerekeket motiválni, mondjam így, a te sportágadra, mert mindenki arra panaszkodik általában, hogy az internet, a tévé, tehát mindenféle elektronikus eszköz elviszi a gyerekeket. Igen, hát ugye Székesfehérváron az akadémiám 20 évvel ezelőtt alapult, tehát azért van egy kis rálátásom ilyen szempontból, hogy mennyi minden változott azóta, és hogy a gyermekeknek a hozzáállása és az elhivatottsága a sport iránt, ez is mennyiben változik. Ugye mindig változik az idő, mindig azt mondják, hogy a utánunk következő generációnak nagyobb lehetőségeik vannak, de ugyanakkor én azt gondolom, a sport az egy olyan, ami örök és megmarad. És természetesen az, hogy a világ kinyílt, a fiataloknak, a gyermekeknek nagyon sok olyan dolog van, ami úgymond elveszi vagy elveheti a figyelmét a sportról, és ez probléma egy kicsit, hiszen így nehezebben találnak a sporthoz, vagy ha oda is találnak, akkor könnyebben kerülnek el onnan. De azért hál' Istennek én azt gondolom, hogy elég sokan választják még mindig a sportot, és elég sokan megpróbálják. A kitartás az néha az talán kisebb, lehet, hogy pont annak köszönhetően, hogy nagyon sok minden más is van. Ebben lenne jó egy kicsit fejlődni, és fejlődni azoknak is, akik ugye ebben is látják a folytatást. Mikor kezdted egyébként az úszást, hiszen ösztöndíjjal tanultál kint az USA-ban, de hát odáig hosszú út vezetett, gondolom. Hát már nagyon régen, több mint 15 évvel ezelőtt kezdtem, amikor elsős voltam, és akkor kezdtem szerintem úgymond versenyszerűen úszni, és folyamatosan jártam, aztán szerintem nem volt annyira komoly, nem voltak annyira komolyabb eredményeim, 14-15 éves koromig, és akkor kerültem be a válogatottba, akkor mentem, azt hiszem 16 éves voltam az első fiebémre. A Batthyány Lajos gimnáziumba jártam, 8 éves gimibe, főként Nagykanizsán, persze volt olyan időszak, amikor sajnos az úszoda be volt zárva, és akkor Hajdúszoboszlóra elmentem, pár hónapot Győrben edzettem, kimentem Grácsba, meg edzőtáborokba válogatottal, de azok ilyen háromhetesek voltak. De főként ugye Nagykanizsán. Nagyon szépen jöttek az eredmények. Ugye elmondhatod magadról, hogy a második olimpikonja vagy a városnak, mármint egyéni sportágakat tekintve, és hát 56 évet kellett rád várni, ha úgy tetszik, Csókán és Sasvári Gizella után. Igen, ez szerintem a városunknak ez nagy úgymond dicsősége, és én is nagyon úgymond büszke vagyok magamra, hogy a városunkat képviselhettem, és képes voltam rá, hogy kijussak az olimpiára, de ez persze nem csak nekem köszönhető, hanem mindenkinek, aki mögöttem állt, főként az edzőmnek és a szüleimnek, meg ugye a város támogatásának is. Ha a sprinttávokat nézzük, gyorsban, mellen és pillangón is egyaránt nagyon jó vagy, ugye 6-szoros magyar bajnok vagy. Nagyon sokan arról jegyeztek meg, hogy megvertett hosszú Katinkát, és volt ilyen is. Igen, az volt az első úgymond nagy úszásom, hogy az IFI EB után hazajöttem, és az IFI EB-n én negyedik lettem, és csak
nem sokkal maradtam le a harmadikról, és egy hétre rá volt az OB, és ott meg olyan időt úsztam, amivel az EB-n harmadik lettem volna, és akkor nyertem meg az OB-t, és vertem meg Katinkát, úgyhogy az nagy szó volt, és ott nagyon, nagyon jól teljesítettem. Gondolom az olimpia is nagy szó lehetett, szerintem nagyon-nagyon sokan szurkoltak neked, amennyire én tudom a városban. Igen, úgymond az egész város mögöttem állt, amennyire én úgymond kaptam a híreket otthonról, és nagyon jó volt tudni, és igazából érdekes, mert néha azt gondolná az ember, hogy ez nagy nyomásként ért, de én nagyon jól kezeltem a helyzetet, és ez nekem egy pluszt adott, és én nagyon élveztem azt a versenyt. Nekem az életem legjobb 25 másodperce volt ott az olimpián. Bánom, hogy nem jutottam tovább, meg nem úszhattam többet, de az egy fantasztikus élmény volt. Itt a 2021-es Budapesten rendezett Európa-bajnokság előtt nekem egyszer leesett az állam, hogy milyen kicsi a világ. Század másodpercre ugyanannyit úsztál Varga Dominikával, igen, aki ugye szintén a dél-zalai vízműese versenyzője. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy századon múlt az, hogy nem te indultál az EB-n, hanem ő. Hát ennek így kellett lennie. A Dominika egy nagyon jó úszó, és neki úgymond szerintem ez volt az első ilyen nagyobb versenye, és nagyon jól teljesített, és ez nagyon Sándornak is köszönhető, mert egy fantasztikus edző, ebből is látszik, hogy ugye nem csak egy, hanem több embert is már úgymond a tetejére hozott, mert most a Bukovics Rebeka is kint van az IFI EB-n, úgyhogy ez fantasztikus. És úgyhogy kicsi a világ, igen, ez... Jóba vagytok egyébként, Dominika? Persze. Ugye, amikor tavaly hazamentem, és ugye többet edzettem otthon, akkor ugye vele edzettünk meg. Ő úgymond korban a legközelebb hozzám, mert a többiek azért kisebbek, de ugye a Dominika... Jobban megértjük egymást, mivel annyira kicsit idősebb. Nagyon jóban vagyunk, és örültem volna, hogyha együtt versenyezhetünk, de ez valamiért így alakult. Ettől függetlenül megmaradt a jó kapcsolat. Az is egy érdekes párhuzam lehet Flóra és közötted, Dominika, hogy neked is van egy olyan elképzelésed, hogy lehet, hogy valamiféle amerikai ösztöndíjjal folytatódna az úszó karriered is. Igen, ez is egy közös pont. Én is, hál' Isten, kaptam megkereséseket Amerikából sportösztöndíj gyanánt, és én is gondolkozom azon, hogy Flórát követve kimegyek, ha bár másik egyetemmel vagyok jelenleg szorosabb kapcsolatban, de igen, ez is jelenleg a jövő évi vagy a jövőbeni terveim között szerepel, hogy lehet, hogy ott folytatom a tanulmányaimat, illetve a sportpályafutásomat. Nem sokkal vagyunk az Európa-bajnokság után, hogyan értékeled? Én ugye 50 pillangón képviseltem Magyarországot, és nagyon örülök, hogy sikerült egyéni csúcsot úsznom, és nagyon közel voltam a középdöntő szerepléshez, ami egyébként a célom is volt, de összesen 400 másodperc választott el ettől, úgyhogy összességében elégedett vagyok az egyéni csúccsal reggel, illetve első felnőtt világversenyen. Szerintem ez egy nagyon jó eredmény, úgyhogy elégedett lehetek. Nem vagy eredendően kanizsai, ahogy megtudtam. Mi vonzott téged ide, ebbe a városba? Igen, ahogy mondod, 4 éve igazoltam ide, de ez volt a legjobb döntés. 4 éve kezdődtek az eredményeim, és az eredményességem mind a hazai, mind a nemzetközi berkekben. Azért döntöttem a kanizsai klub, illetve a dél-zalai vízmű mellett, mert ugye Flórának már voltak itt nagyon jó sprint eredményei, és már 4 éve nálam is körvonalazódott, hogy a sprint számok lesznek a fókuszban, és kerestem egy jó sprinter edzőt, egy jó közeggel, és meg is találtam, és jöttek is az eredmények. Sporttól teljesen függetlenül kérdezem, milyen itt Kanizsán az élet? Most azért már említetted, néhány év mögötted van, gondolom nagyon sok barát van innét az uszodából. Milyen egy fiatalnak ma nagy Kanizsán élni? Ugye Kanizsa szerintem relatíve azért Magyarországon nagyváros, ugye jól tudom, ilyen 50 ezer lakossal rendelkezik, van sok lehetőség, tanulmányi lehetőség is, egyetem is van, illetve több középiskola. Ugye azt gondolom, hogy egy élhető város sok lehetőséggel, mind fiatalok, mind családalapításról gondolkodók számára, úgyhogy én szeretek itt élni, és szerettem ezt a 4 évet is itt. Mit szólsz ahhoz, hogy készül egy ilyen új aréna, amire hát nagyon-nagyon régóta várnak Nagykanizsán? Hát ez nagyon jó lesz, mert ugye szerintem a mai gyerekeknek és a ifjúságnak nagyon fontos a sport szerepe, és ezzel az arénával szerintem nagyon sokakat fognak megmozgatni, úgymond nem csak a fiatalabbakat, de úgymond a felnőttebbeket is szerintem. Úgyhogy ez egy nagyon jó terv és egy nagyon jó ötlet volt. We'll be right back.
2017-ben nekünk, mint egyesületnek sikerült ezt a csarnokot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől megvenni. Ebből a látványsportágos rendszeren belül felújítottuk, és már ez egy lökést adott tulajdonképpen az utánpótlásnak és a versenysportnak is. Tulajdonképpen a Nagykanizsa, mint egy kézilabdaváros volt régen is, nagyon szerették, a mai napig is szerették az emberek a kézilabdát. Ebből adódóan egy úgy következő lépés lesz az, hogy még jobb minőségi sportot kell nekünk, tehát feladat nekünk, mint egyesületnek az, hogy minél gyorsabban egy minőségi sportot kell összehozni, amivel a multifunkciós csarnokot meg tudjuk tölteni. Ugye azért ez egy 3000 fős minimum egy csarnok, amiben azért nem lesz olyan egyszerű összeszedni az embereket, de hogyha jó minőség lesz és minőségi sport lesz, akkor igazából itt a környező, a város és a környékben lévő embereknek a sport szeretetét be tudjuk vinni. A hölgyeknél gondolom kell pár év, hogy ők is esetleg osztályt léphessenek, bár én azt hiszem, hogy akkor is sokan kimennének azért a kanizsai női csapatnak is szurkolni, ha még csak MB2-t láthatnának. Én úgy gondolom, hogy 2 évvel ezelőtt kerültek fel a lányok a megyeiből, megnyerték a megyeit, azóta itt vagyunk az MB2-ben, hogy a tavalyi év az egy nem eredményes év volt, mert nem volt eredményhirdetés, de ettől függetlenül most úgy néz ki, hogy a lányok is elindultak. Mi a férfi csapatban jelen pillanatban abban gondolkodunk, a lányok azok erősödnek, de nem kizárt, hogy a lányok is oda kerülhetnek, de én is úgy gondolom, amit te is mondtál, hogy hát egy hétvégi mérkőzés, egy női mérkőzés, egy férfi mérkőzés azért vonzani fogja a közönséget. Bajnok lesz-e a Nagykanizsának az MB2-es férfi kézilabda csapata? Mi mindenképpen úgy készülünk, hogy igen, szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Ez is az elvárás a csapattal szemben. Most még van vissza bajnokságból 2 mérkőzésünk, és a jelen pillanatban is erre készülünk. Hát nagyon szoros és izgalmas a vége, legalábbis ahogy néztem a tabellát. Mekkora lökést adhat az, hogy adott esetben hatalmas, új, gyönyörű, multifunkcionális sportcsarnokban játszhatnátok? Igen, ez egy jó lehetőség itt Nagykanizsának, kézilabdának, hogy épül egy új, és úgy gondolom, hogy Magyarországon egész jónak mondható sportlétesítmény, és igazából szeretnénk ott játszani, és minél több néző előtt a lehetséges, akkor ott lejátszani a mérkőzéseinket majd a jövőben. Nos, kérem szépen, hát itt vagyunk a mindent eldöntő osztályozón, a Tungszlemesen. Nagykanizsa kezdheti a mérkőzést. Egy meccs dönt a feljutásról, az NB1-B-be jutásról, az ellenfél pedig, miközben parolázik néhány játékos az ellenféllel, az ellenséget mondtam majdnem, de hát ellenfelekről van szó, a vecsésiekről. Szóval a vecsésiek ugye az NB1-B 9. helyén végeztek, ezért kényszerülnek osztályozóra. A Nagykanizsa viszont megnyerte a délnyugati csoportot. Szabad dobás lesz a kanizsaiaknak, méghozzá Hári Kristóf veheti kézbe a labdát. Ő végzi el a szabad dobást. Nincs meg a 3 méter, ezt jelezte Hári a játékvezetőnek. Na nézzük! Nagyon fontos lenne a jó kezdés. Keményen védekezik egyelőre Molnár József együttese, ő a vendégek szakvezetője. Nincs egyelőre lövés, megrángatták ott a kanizsai beállóst. És ott az első gól, gyönyörű! Aki jegyzi ezt a találatot, az nem más, mint Szabó Gergely, vezette hát a Tungszlam. A második félidő 4. percében járunk itt Érden az osztályozón, és 19-16-ra vezet az ellenfél a vecsés. Most viszont följön 19-17-re a Nagykanizsa, és még egy 2 perces kiállítást is kioszt a vecsésieknek a játékvezető. A szünetben egyébként egyetlen egy góllal vezetett ugye a Pest megyei együttes 17-16-ra, úgyhogy ez volt az iménti gól, amit láthattunk az első a Nagykanizsától a második játékrészben. Az az igazság, hogy nagyon küzd a csapat, az első félidei teljesítményéért dicsérni lehet a Tungszlamot, viszont itt a második félidő elején mint egy picit bennmaradtunk volna az öltözőben, úgyhogy nagyon kell koncentrálni. Még persze nincs veszve semmi, a 2 gól nem különbség a kézilabdában, és még hátra van 26 perc. Most lassítják is a játékot a piros-feketében játszók, hiszen kevesebben vannak, lehozták a kapust is. Csalló Ádám egyébként nagyon jól lelkesíti a mieinket, és a védekezés kimondottan jó volt az első játék részben.
szabad dobás közben a vecsésnek, ölik az időt. Nagyon jól védekezett Kisgéci is. És ez mellé megy, de adnak egy hetest, hát az az igazság, hogy már kihámozta magát a vecsési lövő, akkor, amikor nem dobta be, már mint Antal Levente, és ez olyan jó indulatú hetes volt, már mint erőteljesen a vecsés számára. Nagyon kéne, hogy megölje ezt a hetest a kanizsai hálóőr. Na gyerünk, Martin! Zatorecki nagyon nyugodtan állott. És nem tudja bedobni! Bravo! Végig pariban voltak a kanizsaiak az első játék részben is. Szabó Gergely osztotta le a szélre, gyönyörű! Kovacsics Ferenc harmadik gólja a mérkőzésen. Följön ezzel a nagy kanizsa 19-18-re. Lassan belépünk az utolsó percbe, és sajnos eldőlt. A vecsés marad az NB1B-ben, és nem sikerül a Tungsram Esen nagy kanizsának a bravúr. 33-27-re vezet a vecsési csapat, büszke lehet ezzel együtt Csalló Ádám a tanítványaira. Egész egyszerűen felőrülte a vecsési csapat a kanizsaiakat. Eladott labda nem hoz szerencsét az érdi sportcsarnok. Ott a 34. gól a vecséstől. Hát úgy látszik, az a kifejezés, hogy osztályozó 2021-ben az nem jelent jót Nagykanizsán, mert bár a csapat megnyerte a délnyugati csoportot, és bajnok lett, de ez nem volt elegendő, hogy egy osztálya följebb kerülhessen. Én azt gondolom, egy kicsit igazságtalan is ez a lebonyolítás, hiszen a 6 bajnokból csak 2 juthatott fel automatikusan. És még dob egy gólt a Nagy Kanizsa, 34-28. Szóval egy évet lehet még várni kell a magasabb osztályra, de nagyon tisztességesen küzdött a Nagy Kanizsa, még egyszer ezt hangsúlyoznám. Sokan a városban az ön személyéhez is kötik ezt a sportcsarnokot, természetesen abszolút pozitív értelemben mondom. Ön hogyan kötődik a sporthoz? Hiszen általában azt szokták mondani, hogy valaki akkor képvisel igazán hitelesen egy ügyet, egy városi szándékot, hogyha maga is kívánja, óhajtja, szereti. Az isen van a hangsúly, mert ez sok embernek a munkája, hogy ez a sportcsarnok itt megvalósulhat Nagykanizsán. Természetesen kellett igényoldalról egy óriási szándék, az itteni emberek szándéka, hogy ezt a sportcsarnokot óhajtsák és akarják, hogy megvalósuljon. Aztán kellett egy kormányzati szándék, amelyik megfinanszírozta, mert a város ezt önállóan a saját költségvetéséből biztos nem tudta volna megtenni. És kellett azoknak az embereknek a munkája, akik a tervezőtől a kivitelezőig, a szervezőkön keresztül, a bonyolítókon keresztül közreműködött ennek a sportcsarnoknak a megvalósításában. De természetesen azon túl, hogy én is azok oldalán voltam, akik óhajtották, akarták ezt a sportcsarnokot, mert úgy gondolom, hogy gazdasági fejlesztés és gazdasági fejlődés egy településen egy jó infrastruktúrális kínálat nélkül nem történhet meg, és ennek a része a jó kulturális kínálat, vagy a sport tolás lehetősége, vagy a sport események megnézésének a lehetősége. Ezért azt mondtam, és abban is maradtunk az akkori városvezetéssel, hogy ez egy nagyon fontos beruházás a város gazdasági fejlesztése, fejlődése érdekében, és a kulturális sportfejlesztés érdekében is. De hogy a kérdésre is válaszoljak, természetesen van kötődésem a sporthoz. Gyerekkorom óta sportolok. Profi sportoló nem voltam, de igazol sportoló voltam több sportágban is, elsősorban labdajátékban és elsősorban csapat sportokban. Magas szinten nem műveltem, de nem is ez a lényeg, hanem a mozgás öröme, a versenyzés öröme, és hogy ezt csapatba tudtam tenni, tehát társakkal tudtam tenni, ez volt számomra nagyon-nagyon fontos. És hála Isten, most többedik X-edikemen túl is már azt kell mondani, hogy tudom a mozgást, az aktív sportolást folytatni, amatőr szinten természetesen, hobbi szinten, de rendszeresen sportolok. Most már ez kicsit egyénibb sport, a labdát elhagytam, mert az ízületek ezt nehezen engedik, de a mozgás az rendszeres, jelen pillanatban
a napjaimat, hogyha sportolni tudok, van rá időm, akkor a kerékpározás mint sportág teszi ki. Hát az sem véletlen, hogy amikor most beszélgetünk, akkor a legnagyobb magyarországi kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie második szakaszának a befutója nagyjából egy olyan másfél óra múlva fog megtörténni. Egyébként a kerékpársport nagyon dinamikusan fejlődik, és ugye nagyon sajnálhatjuk, hogy a Covid miatt ugye a tavalyi esztendőben elmaradt az, hogy tulajdonképpen összekötődött volna, mint egy jelképesen is ez az Adriai folyosó ugye Olaszországgal, hiszen itt lett volna a Girónak Magyarországon három állomása és három szakasza is. Így van, de reméljük, hogy ez majd valamikor meg fog valósulni. Úgyhogy én örülnék annak, hogyha a Giro visszajönne és egyszer Magyarországon kezdődne, amire van remény egyébként, ez a három hetes verseny. Ennek is az egyik befutója Nagykanizsán lett volna, úgy, ahogy most a Tour de Hongrie-nak az egyik befutója Nagykanizsán van. És talán annak is köszönhető ez, hogy a kerékpársport reflektorfénye egy kicsit a városra vetült, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a kerékpározást, mint egy szabadidős tevékenységet, nem csak egy sportot, egy sportágat népszerűsítsük itt Nagykanizsán, és a lehetőségeit fejlesszük a városban és annak környékén. Hosszú kilométerekben épültek meg kerékpárutak, kerékpáros utak Nagykanizsán. Hoztunk létre a csónakázótól egy gyöngyszeme a városnak, egy olyan központot, ahol kerékpárokat lehet bérelni, hogy kerékpár rozásra alkalmas körpályát csináltunk. A csónakázótó környékén olyan kerékpáros központ van, ahonnét túraútvonalak indulnak ki, ajánlott túraútvonalak indulnak ki, például Horvátországba is, és egy körrel Horvátországot érintve vissza lehet jönni. És hát van egy Mura nemzeti program, amelyik Nagykanizsának egy kiemelt szerepet ad, mint ennek a program helyszínnek a központjának, és a Mura nemzeti program egyik nagyon-nagyon fontos eleme a turisztikai fejlesztés. Ebben is legfőképpen az aktív turisztikai fejlesztéseknek, lehetőségnek a fejlesztése. Itt a kerékpáros, bakancsos turizmus, a víziturizmus kiemelt szerepet fog kapni, és kiemelt szerepet kap. És azt kell mondani, hogy a Covidnak, a pandémiának volt negatív hatása, és talán van is negatív hatása a gazdaságban, a mindennapi életünkben, viszont a helyi, ennek a térségnek a turizmusára jótékony hatással volt. Annyi kerékpáros turistát, annyi gyalogos turistát, mint amennyit tavaly nyáron láttunk ebben a térségben, évekre visszamenően nem lehetett felmutatni. Egyrészt magyar emberek azt látom, hogy az aktív turizmus híveivé váltak egyre többen, és egyre többen kíváncsiak egyébként Magyarország értékeire, úgy, hogy közben a turizmuson belül egy kicsit a sportnak is áldoznak, és ezzel ide is tudjuk őket csábítani, és az a fő cél, hogy minél többen jöjjenek ide, egy-egy jó kerékpározásra, egy-egy jó hétvégére, ismerkedjenek meg a Murával, mint Magyarország egyik leggyorsabb folyójával, azokkal a gyönyörű erdőkkel, amivel mi itt rendelkezünk, azokkal a jó túraútvonalakkal, amelyek ezeken az erdőkön keresztül vezetnek, egyre jobb minőségű utakkal, amelyek kerékpározhatók, és hogyha ennek a turisztikai területnek a központja Kanizsa lesz, és Kanizsán ráadásul lesznek olyan sportadottságok, olyan infrastruktúrák, amelyek sportmeccseknek, sportmérkőzésnek a megtekintésére alkalmasak, vagy sportolásra alkalmasak, akkor azt lehet mondani, hogy teljes a kínálat, amelyik sport és turisztikai területen kapható és adható.